Jobbozzunk tovább, kedves testvéreim! Mit üzeni jobb története, ezzel szeretnék tovább menni, és vagy múlt héten most se szeretném ismételni. Persze vissza-vissza fogok utalni az elhangzottakra, de a YouTube-on megtaláljátok ezeket az üzeneteket, úgyhogy ha valaki lemaradt róla, akkor vissza tudja hallgatni. Ugye odáig jutottunk a történetbe, hogy megnéztünk, hogy mi is történt Jobbal, és elkezdtük megnézni, hogy hogyan is alakult az élete, a sorsa. Megnéztük, hogy az az evangélium, ami azt hirdeti, hogy töretlen a pályád, és felfelé ível, és semmi nem történhet veled, ez azt gondolom, hogy nem állja meg a helyét, mert pont a Jobb története arra tanít bennünket, két nagyon fontos dologra világít rá. Az egyik dolog az az, hogy ha majd belátjuk mindannyian, hogy nem lenne igaz a jóléti evangélium, akkor megtanít bennünket arra, hogy Istentől lehet olyan sorsunk is, amely néha kríziseket okoz az életünkbe, de Istennek ezzel nagyon fontos célja van, mégpedig az, hogy elmélyüljön az ember és az Isten kapcsolata. És még egy dologra megtanít bennünket Jobb története a Jobb barátaink keresztül, hogyha véletlenül valakinek az élete krízis helyzetbe kerül, akkor hogyan ne viselkedjünk vele, és hogyan is viselkedjünk vele, épp az ellenkezőjével kell viselkedni, hogy ezek a barátok megszorították Jobbot. Nagyon nagy kérdés marad az ember számára mindig is, hogy Jobb története miért alakult úgy, ahogy alakult, és tudjátok, amíg nem tapasztaljuk meg Istennek a mélységét, addig általában Istenbe úgy bízunk, olyan dolgokban megyünk Istennel, amit logikailag meg tudunk érteni, és amit meg tudunk magyarázni. Onnantól kezdve, hogy az ember egy kicsit mélyebb szövetségbe, mélyebb kapcsolatba kerül Istennel, vagy legalábbis törekszik erre, és nagyon sok esetben a krízisek, az ember úgy van megalkotva és megteremtve, én is sajnálom, hogy így alakult, de sajnos így alakult, hogy a krízisek hozzák ki az emberből, a krízisek levetik az emberről azokat a sallangokat, amik fölöslegesek, és a krízisek hozzák ki az emberből azt az őszintességet, azt a mélységet, amit Isten igazán kedvel, és amit Isten igazán meg akar ragadni. A krízis azért nehéz, és azért utálja minden földi élő, örök életű és halandó a krízist, mert a krízis az felborítja a logikát. A krízis helyzet az felborítja a kiszámíthatót, a krízis helyzet az felborítja az Istenről alkotott képünket, a krízis helyzet, a nehéz helyzet az felborítja az Istentől elvárt cselekedeteket, és mindent, amit addig megismertünk vagy megértettünk az Istenből, azt bizony felborítja. Megnéztük a múlt héten az Elifáz nevű három ember, van az Elifáz, van ez a Bildád nevű, és van egy Cófár nevű barát, akik úgy döntöttek, és ezt néztük meg múlt héten, hogy elmennek Jobbhoz, és segítenek neki ebben a nagy szenvedésében. És 7 nap és 7 éjszakán keresztül egész jól tudtak segíteni neki, amíg nem szólaltak meg. Addig tökéletesen ment a segítség, mint kés a vajban, és nagyon hatékony volt ez a segítség. És a 7. nap után megszólalt az első, az Elifáz, akit mind a három embert én inkább úgy nevezném, hogy 3 különleges teológus, mind a három, mert az egyik, ugye az Elifáz, az a tapasztalatoknak az embere volt, amit múlt héten felolvastam, ugye ő mindig arra hivatkozik, hogy az öregek is így és úgy és amúgy csinálták, és nagyon sokszor, amikor a krízis helyzeteket tapasztalatokból akarjuk kezelni, ami működött az apánknál, az anyánknál, az lehet, hogy nem működik nálunk. Ami működött a szomszédnál, ami működött a testvérednél, az lehet, hogy nem működik nálad. Azért, mert a saját sorsunkban lévő krízis helyzetek, azok mindig egy újat akarnak adni, és mindig ki akarják zárni az emberek életéből a kapaszkodót. Az Elifáz volt a tapasztalatnak az embere, ő volt a legidősebb, és elsősorban nem is a saját tapasztalatait mondta el, tudjátok, a tapasztalat és tapasztalat között is van különbség, amikor tanácsot adsz, és van saját tapasztalatod, az egy hitelesebb tanácsadás. Amikor másnak a tapasztalatait meséled el, azt azért nehéz elmesélni, mert ez a 3 teológus is, ugye az Elifáz,
a másik és a harmadik, a Bildád és a Szófár is olyan emberek voltak, akik gyakorlatilag úgy adtak tanácsot Jobbnak, hogy az a fajta krízis, ami a Jobbot érte, azt ők nem ismerték. Az a fajta szenvedés, amit a Jobbot érte, azt ők nem tudták, hogy mi az. És úgy próbáltak ebbe az egészbe beleokoskodni, és útmutatásokat adni, hogy nem tudták megérteni, és nem tudták felfogni Jobbnak a helyzetét. A tapasztalat, az idő, a saját tapasztalataink, azok mindig azt okozzák, tudjátok, hogy egy kicsit színesen írjuk le a dolgokat, színesen írjuk le az eseményeket, és ők is próbálták leírni, majd ma beszélek a Bildádról, meg ha Isten is erőt ad, akkor a Cófáról is, és lehetett látni, hogy a Bildád az a következő ember volt, aki a tudásnak volt az embere, és volt a harmadik kategória, a Cófár, aki pedig a teljes eltökéltségnek, és egyben a teljes érzéketlenségnek is volt az embere. A Cófár követte el azt a hibát, és ő ejtette ki a száján azt a mondatot, majd remélem ezt is föl fogom olvasni, de ha nem, akkor kérlek, olvassátok el otthon, amikor azt mondja a Jobbnak, hogy ugyan most mit pattogsz már, mit játszod itt magadat, mit nyöszörögsz itt, hát most meghaltak a gyerekeid, lépjél túl rajta, és menjél tovább, és találd meg azt a bűnt, azt a hibát az életedbe. És tudjátok, ezek a fajta tapasztalatok, tudások általában a Bibliában, ha megnézitek, a farizeusokat nagyon nagy tapasztalattal rendelkeztek az Isten dolgaiban. Nagyon nagy tudással is rendelkeztek az Isten dolgaiban, hogyha belegondoltok, Pál apostolnak is az választotta, vagy változtatta meg az életét, hogy az a tudás, az a tapasztalat, ami benne volt, amivel lihegve üldözte a keresztényeket, ez a tudás és ez a tapasztalat, ez egy szempillantás alatt felmondta a szolgálatot, ugyanis megvakult, és egy szempillantás alatt át kellett értékelnie az addig felépített rendszert az életében. És ezért a krízis helyzetek, azok azt eredményezik az életünkben, hogy az addig logikusan felépített istenképünket, az addig logikusan élt Isten utunkat, életünket, sorsunkat egy pillanat alatt fel kell adnunk, mert olyan dolgokat hoz elő az emberben a krízis helyzet, amire nem lehet épésszel, nem lehet akarattal, nem lehet érzelemmel felkészülni. Jobb erre a napra, ami történt vele, nem tudott felkészülni. Nem tudott felkészülni arra, ugye az első részben felolvastam, amikor kikérte a sátán, nem tudott arra felkészülni, hogy egy olyan esemény sorozaton megy keresztül, amikor gyakorlatilag a szolgái egymásnak adták a kilincset, és egy szempillantás alatt, egy fél nap, egy negyed nap leforgása alatt összedőlt az élete. Ezekre az ilyen krízis helyzetekre nem működnek a jól bevált panelek, hogy majd összehívunk ima alkalmat, majd böjtölünk gyorsan egyet, majd megbánjuk a bűneinket, majd letesszük a régit, és mindenben újat csinálunk, majd az időnket átrendezzük. Nem működnek, mert annyira nem logikus, ami történik körülöttünk, hogy nem tudunk rá magyarázatot adni. És ezért tulajdonképpen a barátok, a három barát, az Elifáz, a Bildád és a Cófár abban követett el nagy hibát, hogy valami olyan dologra akart magyarázatot adni, ami tulajdonképpen megmagyarázhatatlan, és tulajdonképpen nem is a barátoknak szólt, hanem Jobbnak szólt. Tudjátok, az egész történet és az egész Jobb története igazándiból azoknak szól, akik az Istennel szeretnének egy mélyebb kapcsolatba lépni, akiknek nem elég az, hogy az Isten nem szól. Aki nem elégszik meg azzal, hogy az Isten nem hallom a hangját. Aki nem elégszik meg azzal, hogy az Isten csak ilyen így karcolja, így épp, hogy érinti. Aki nem elégszik meg azzal, hogy az Isten csak egy ilyen megmagyarázható dolog az életében. És Jobbot, a Jobb történetét, ha végigolvassátok ezt a 41 néhány részt, olyan megdöbbentő számomra, én mindig minden tanítás előtt végigolvasom, mert mindig valami újat tanulok belőle. Tudjátok, egyszer sem emeli fel a Jobb a szavát azért, hogy adja vissza az Isten a gyerekeit. Egyszer sem emeli föl a Jobb a szavát azért, hogy adja vissza a pénzét, ami egy szempillantás alatt elveszett. Egyszer sem emeli föl a Jobb a szavát azért, hogy azt az elveszett gazdagságot, azt az elveszett életet, azt adja vissza az Isten. Hanem minden egyes barátnak a válaszála, és az egész történet úgy épül föl, és valahol múlt héten itt fejeztük be, hogy amíg a barátok Istenről beszélnek, és Istennel kapcsolatba osztják az észt,
Addig ebbe az egész történetbe az egyedüli ember Jób, aki nem Istenről beszél, hanem Istenhez beszél. Az egész szerkezete a Jób történetének olyan, hogy a barátok elkezdenek beszélni Istenről, utána Jób válaszol a barátoknak, és utána Jób megszólítja az Istent is. Tudjátok, a vallás az azért egy veszélyes dolog, a teológia azért egy veszélyes dolog, amennyire hasznos, annyira veszélyes is, mert a teológia és a vallás, hogyha nincsen benne az Istennel az a mély kapcsolat, és a vallás és a teológia, de különösen a vallás, az pontosan ezt akarja elzárni, hogy ne juss el arra a mélységre az Istennel való kapcsolatban, amikor hallod az Istennek a hangját, és megszólít az Isten. Amikor nem számítanak a magyarázatok, nem számít a logika, nem számítanak a történések, csak egyszerűen egy mélység számít az Istennel. Nagyon sok ilyen példa volt a Bibliában, és az Isten mindegyünket, ahogy a bibliai szereplőket is, mert a bibliai történetek a tanulságunkra irattak meg, úgy téged is és engem is az Isten belevisz az életünkbe, többször olyan helyzetbe, amikor lehetőséget kapunk ezt a kapcsolatot elmélyíteni az Istennel. Tudjátok, nagyon érdekes Péternek a története, és azért van a mélység, mert a mélységben, amikor feladja magát a logika, feladja magát az emberi tanács, az emberi szó, ott van abban a mélységben tudja az ember elengedni, amiben Jób is jutott, a barátoknak a tanácsát, mert az életünket nagyon sokunkét a barátok tanácsai, a gyülekezetünk tanácsai, a környezetünk tanácsai, gyakorlatilag az egész életünket végigkísérik és befolyásolják. És nem is tudunk ezekből a tanácsokból kimozdulni, mert félünk kilépni belőle, mert ha kilépünk belőle, akkor szembe megyünk az árral, és az Isten egy olyan pontra akar eljuttatni egyszer bennünket, amikor nem baráti tanácsokat hallunk, hanem egyszerűen az Isten mélységébe lépünk bele. Ott volt Péter története. Amikor Péter megtagadja Jézust, és utána rájön, és lemegy, eljut egy mélységbe, egy olyan mélységbe, hogy te jó ég, én, aki a kőszikla vagyok, én, akiről az Isten azt mondja, hogy olyanokat tudok szólni, hogy a Szentlélektől szólok. Én, aki annyi csodát láttam, aki az elsők között voltam, akik Jézus mellé szegődtek. Én egyszerűen eljutok odáig, hogy megtagadom. És ez egy olyan mélypontra jutott Péter, amit nem tudott megmagyarázni. Amit nem lehetett megmagyarázni a környezetének. És nézzétek meg, hogy ennek a mélypontnak mi volt a lényege. Az, hogy eljutott az Istennel egy olyan pontra, amikor az Isten megszólítja néhány nappal a feltámadás után, és azt mondják, hogy Péter, szeretsz engem? Péter mondja, hogy szeretlek, Uram. Jézus nem hagyja annyiba, azt mondja, hogy nem, Péter, nem. Olyan vagy, mint a mai keresztények, mint mi vagyunk. Nem érted, amit kérdeztem. Én azt kérdeztem, hogy szeretsz engem? És akkor azt mondja Péter, hogy Uram, már egy szomorú smiley, megy lefelé, mondja, hogy szeretlek, Uram. De valahol zavar volt benne, és azt mondja, hogy Uram, ne szórakozz velem, nem elég az én bajom, az én vétkem, az én nyomorom, a tekintetek, az emberi érzéketlenség, amit kaptam ez miatt, már ezerszer megbántam, ne szórakozz velem, szeretlek. És akkor harmadszor is azt mondja neki, hogy Péter, szeretsz engem. És akkor Péter hozzátesz a mondatához egy szót, ami Péter miatt volt, az, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Te tudod, és én is tudom, hogy te tudod, hogy én szeretlek téged. És tudjátok, mit értett ott meg Péter? Ott leért Péter a mélyre, és azt értette meg a mélységben, mindent azt érte, abban ott érted meg az Istent. Ott érted meg. Tudjátok, a legnagyobb vívódásunk az életben, hogy nem értjük az Istent. Nem értjük, hogy mit akar az Isten. Nem értjük, hogy hová akar vezetni. Nem értjük, hogy miért borítja föl az életünket. Nem értjük, hogy miért nem úgy cselekszik, ahogy mi szeretnénk. És abban a mélységben, ahová leért Jób, ott megértette azt, hogy az Isten tudja, hogy ő jó ember. Tudjátok, a Jób története úgy kezdődik, hogy az Isten minden szép és jót elmond Jobról. Elmondja, hogy nincs még egy ilyen ember a világon, elmondja, hogy csodálatos, istenfélő, minden jót elmond. Tudjátok, ez egy olyan pillanat, amikor a mennyben, a mennynek az ura megemlít egy földi halandót, és ez a földi halandóról elmond olyan dolgokat, hogy el tudom képzelni, hogy az irigyebbik angyalok azért csak úgy néztek, hogy megint ez az Isten, megint az emberrel van elfoglalva, megint az emberrel van eltelve, megint nem egy angyal dicsér meg. És az Isten elmondja úgy, hogy zeng tőle a menny. Még a sátán is ott van, ő is hallja, hogy sátán, a legnagyobb munkálkodásod ellenére van egy ember, akiről nézd meg a következőket, fogom elmondani. De szeretném elmondani nektek, hogy ezt a beszélgetést Jób nem hallotta. Nem volt Jobbnak kihangosítva a fülébe, nem jött át Jobbnak, hogy mi a véleménye róla az Istennek.
És az egész Jób könyve tulajdonképpen arról szól, hogy Jób úgy szerette, úgy követte, úgy tisztelte, úgy kereste az Istent, hogy igazándiból fogalma se volt róla, hogy az Istennek mi is a véleménye róla. Mi tök könnyen vagyunk, mert az első részben nekünk, mint aranyos kis bárányoknak elmondja az Isten, hogy miről is szól ez a történet. És mi úgy indulunk neki ennek a történetnek, hogy tudjuk, hogy mi Istennek a véleménye Jobbról. Tudjuk, hogy akkor is, amikor mély ponton van, akkor is, amikor meg akar halni, akkor is Istennek az a véleménye Jobbról, amit elmondott. Akkor is, amikor a barátai szídják, amikor ütik, vágják, akkor is Jobbról Istennek az a véleménye, amit elmondott. De Jobb ezt a véleményt nem tudja. És tudjátok, az a krízis, amin Jobb végigmegy, amikor nem hagyja, és csak megy, és megy, és megy tovább, és kitart a hite mellett, eljut egy olyan mélységbe az Istennel. És tudjátok, ebbe a mélységbe azért mondom, hogy néha csak nehézségek árán lehet eljutni, mert a nehézségek azok, amik levetik rólunk, lemetszik rólunk azt a sok fölösleges terhet, köcölét, amit amúgy viszünk magunkkal. A nehézség az, amely ki tud bennünket üresíteni. És ahhoz, hogy egy mélységre eljussunk az Istennel, az bizony ki kell, hogy üresedjünk. Néha olyanoknak kell lennünk, mint a borja, hogy néz az új kapura, hogy nem értjük, és ha nem értjük, hogy mi történik, akkor tud az Isten megszólítani, és akkor tudja ezt mondani, amíg csak azt hallod, hogy mi a véleménye rólad a szomszédodnak, mi a véleménye rólad a pásztorodnak, mi a véleménye rólad a testvérednek, az apádnak, az anyádnak, és tudjátok, mi egy olyan megalkotott emberek vagyunk, hogy mindig elmondjuk a véleményünket a másikról. Tudod az apád véleményét, tudod az anyád véleményét, tudod a barátod véleményét, tudod a gyülekezeted véleményét, tudod a testvéred véleményét, és ezek a vélemények néha nagyon erőteljesek, akkor hazamész, beledőlsz a nem létező tőrödbe, és megkezded, hogy ezt az egészet mi a francnak csinálom. Ha olyat kapsz, olyan véleményt kapsz, ami szárnyakat ad alád, akkor hazamész, és azt mondod, hogy nagy az Úr és nagy az Isten. A mi Úrunk az egyedüli igaz Isten, aki segített ma elmondani, hogy milyen is vagyok én. És a Jobbnál is ugyanez volt, hogy tudjátok, Elifáz, ez a Bildád, meg ez a Cófár, ezek valószínű, hogy egy gyülibe jártak. Ezek ismerték egymást, ezek egymás mellett ültek, ugyanaz volt a látásuk, ugyanaz volt a gondolkodásuk, ugyanazokban a dolgokban hittek, ugyanúgy keresték az Istent. Egyetlen egy változott meg az életükbe, hogy a négyből egy embernek az Isten nem a logika szerint rendezte be az életét. És a másik három azt hitte, hogy ugyanúgy lehet tovább majd bandázni, ugyanúgy lehet majd tovább használni azokat a szavakat, azokat a vallásos fordulatokat, azokat a bátorításokat, azokat a feddéseket, de úgy próbálták ezt használni, hogy lövésük nem volt, hogy Jobb milyen helyzetben van. És ennek a három barátnak, ugye, amelyikből az első az Elifáz, Elifáz ebből a tapasztalatból osztja az észt, beszél az Istenről, tulajdonképpen fecseg az Istenről, és tudjátok, a három barátnak az volt a közös tulajdonsága, hogy szelleminek próbáltak látszani, de abszolút nem voltak szellemiek. Nagyobb dolgokat akartak mondani, mindegyik alá akarta valamivel támasztani, de egyáltalán nem voltak nagy dolgot. Ennek a szerencsétlen Elifáznak még színesíteni is kellett a történetet, hogy ő előtte itt angyalok rohangálnak, jönnek, mennek, látja a mennyet, füst van, stb., mert látta, hogy a Jobbot azért nem hagyja meg, amit mond. Nem hatotta meg Jobbot a tapasztalat, nem hatotta meg Jobbot az idő. Tudjátok, amikor egy embernek hívő élete van, és éli az életét, de mondjuk a gyermekéről kiderül, hogy halálos beteg, akkor ott, barátaim, az addig tanult tudás, az addig tanult tapasztalat egy szempillantás alatt befejezi a pályafutását. Az addig használt szlogenek, az addig használt kapaszkodók egy szempillantás alatt befejezik a pályafutásukat. Miért? Mert egy olyan helyzetbe kerülök, amit nem tudok megmagyarázni. Amiből nem tudok kijönni akarással, nem tudok kijönni ezzel, azzal, amazzal, azokkal, az a jó bevált dolgokhoz nem tudok nyúlni. És pontosan a Jobb története azt mutatja meg, hogy egy olyan ember, aki amúgy tisztességes, amúgy rendes, amúgy becsületes, amúgy istenfélő, még egy ilyen embernek is szükséges lejutnia egy mélységre, mert ebben a mélységben ismerte meg Jobb, hogy mit is gondol róla az Isten. A mi legnagyobb problémánk, hogy nem tudjuk, hogy mit gondol rólunk az Isten.
A mi legnagyobb problémánk, azt tudjuk, hogy mit gondol rólunk a melletted ülő, mert gondoskodik róla. Tudod, hogy mit gondol rólad a másik, a harmadik, a negyedik, mert így bekategorizáljuk egymást. De az, hogy valójában az Isten mit gondol rólam, az egy nagyon fontos dolog. Az egy nagyon fontos kérdés. Viszont ez, hogy az Isten mit gondol rólam, ezt nem lehet csak így leszedni az éterből. Nem lehet így letölteni 4 gigabájt sebességgel a netről. Hanem ehhez, hogy az Isten mit tud rólam, ezt ki kell zárni minden olyan zavaró tényezőt. És néha ezeket a zavaró tényezőket nekünk nehéz kizárni. Nehéz kizárni a másik embernek a dumáját. Nehéz kizárni a másik embernek a gondolatait, mert nem te szabályzod. Nehéz kizárni a tapasztalatokat, nehéz kizárni a tudást. Mert ezeket se én használom. Egy tapasztalt ember, amikor van egy helyzet, automatikusan jön belőle a tapasztalat. Hogy szoktuk csinálni? Egy olyan ember, aki mélyen tud és sokat tud, automatikusan jön belőle a tudás. Hogy szoktuk csinálni? Ez a tudás, és az Isten azért terem mindannyiunk életébe olyan helyzetet, hogy mind a tudás, mind a tapasztalat, mind az emberi akarat, mind az emberi terv egy pillanat alatt köddé váljon, hogy meg lehessen ismerni azt, akihez tulajdonképpen egész életedet, ha hívő vagy, odaszánod, imádkozol, keresed, kérsz tőle, belédveted a bizalmadat, beléveted a hitedet, a reménységedet. Barátaim, ezt a személyt nem lehet ismeret nélkül, nem lehet személyes találkozás nélkül sokáig kérni. Nem lehet személyes találkozás nélkül néhány évig, évtizedig el lehet húzni, de kiüresedik az ember. És nagyon sokat gondolkodtam, hogy miért történt ez meg Jobbal. Miért pont Jobbal? Mit akart ezzel Isten bebizonyítani? Hisz hát Jobbnak minden olyan feltételnek megfelelt. Tudjátok, Jobbnak még egy nagy csodája volt, hogy az Ószövetségben az emberek igazándiból nem látták a halál utáni életüket. Az Ószövetségben nem volt világos. Vártak egy messiást, és az ószövetségi hitnek az alapja, hogy egy messiás meg fog érkezni a földre, és a földön megalapít egy királyságot, és a földön mindent jóvá tesz, és mindent elrendez. Gondoljatok csak a tanítványok, amikor Jézus elindult fölfelé a mennybe, nem a BKV-val, hanem egy ilyen másfajta járművel, mert a BKV az késett volna egy picit, és akkor mondták neki, hogy hé, Pajti, elfelejtetted megalapítani a királyságodat, elfelejtettél mindent jóvá tenni, mindent szépé tenni, elfelejtettél ekkora paradicsomokat növeszteni, elfelejtetted, hogy nyugdíjba kell mennem, elfelejtetted, hogy nem akarok többet dolgozni, elfelejtetted, hogy el kell engem lássál. Az volt a hitüknek az alapja. Tudjátok, mi az Ószövetséget nagyon félreértelmezzük, bátorítalak benneteket, hogy két hetente gyertek el szerdánként, most már jövő héten szerdán az Ószövetséget kezdjük el megnézni, de mondok nektek egy példát. Szemet szemért, fogad fogért. Ez egy nagyon ismert történet. Miért adta ezt az Isten? Nagyon sokan elgondolkodunk rajta, és nagyon sokan megkérdezzük, hogy miért nem adja most? Miért vette ezt ki a... Mert ugye Jézus felülírta ezt az egészet, és azt mondta, hogy szeressétek az ellenségeiteket, és tartsátok oda az orcátoknak a másik felét. Mi történt az Istennel 2-3 ezer év alatt? Meghűült, megszelidült, megbolondult? Tudjátok, ez meredek kijelentés lesz, amit mondok, de az Isten, ha végigolvassátok a Bibliát, nagyon sok dolgot felülírt. Nagyon sok dolgot kinyitott az ember előtt, és megmagyarázott az embernek. És nagyon sok dolgot, ahogy az ember halad előre, és fejlődik, és közeledik az felé, az Isten felé, aki tényleg keres, és tényleg imád, az Isten nagyon sok dolgot megnyit. És a szemet szemér fogad fogérrel, azt tudjátok, azért volt, ezt mi nekünk úgy tűnik, mintha egy barbárság lett volna, de szeretnétek elmondani, hogy az Egyiptomból kijött zsidóság egy barbár nép volt. Az Egyiptomból kijött zsidóság nem egy civilizált nép volt, nem egy olyan nép volt, se királyuk, semmiük nem volt. Benn éltek egy olyan birodalomban, ahol ők rabszolgák voltak, és az Egyiptomból kijött zsidóságnak az első dolog, ami volt az Isten akaratában, és Mózesnek az első feladata az volt, hogy ezt a barbár népet, ezt valamiféle szabályok közé terelje. Ezt hívjuk törvényadásnak. Ezért kapták a törvényt. És a szemet szemért és fogad fogér elv, az tulajdonképpen egy humánus elv volt akkor, amikor ezt hirdették, mert azt mondta itt az Isten, hogyha kiütik a fogadat, akkor ne vágd le a lábát. Ha kinyomják a szemedet, akkor ne öld meg. Hanem ha a szemedet nyomják ki, azért maximum jön, aki a szemét nyom ki. Ha a fogadat ütik ki, maximum te is a fogát üst ki. Mit jelent ez? Próbált az Isten egyensúlyba hozni, visszafogni
ezt a barbár népet. Mi ezt már úgy értelmezzük, főleg vehemens, karizmatikus keresztények, hogy édes jó Istenem, hogyha kiüthetném a fogát tényleg, csak egy picit, csak az első kettőt, hogy látszódjon örök életébe, hogy én voltam az. De ez az elv, ez nem az volt, ezt a törvény, ezt ha csak úgy pszichéből, úgy lélekből, úgy elolvasod, akkor azt mondod, hogy fú, ilyen időszak volt. Nem, ez pontosan egy visszafogása volt Istennek. A barbár akkori Izraelnek, hogy ember, ne lőj túl a célon. Ha kiütötte a fogadat, légy szíves, ne öld meg. Ha kinyomta a szemedet, légy szíves. Ne erőszakold meg a feleségét, ne öld meg a gyerekeit, hanem csak a veled, a te általad kapott cselekedettel arányosan cselekedjél. Ez volt az első legfontosabb törvény, amit egy barbár nemzetnek szerintetek mire? Milyen törvényt kellett volna adni? 10 órás ima alkalmakat? Dehogy is. Visszahozni abból, ami a gyengéjük. És ez egy nagyon fontos, ez az elv. De nagyon sok ilyen elv volt, nagyon sok olyan dolog volt, amikor Isten felülírta, amikor kinyitotta az igéjét, mert tudjátok, az ige egy olyan dolog, hogy megy előre, és az ige az mindig kétféleképpen értelmezhető. Az igét lehet betűként értelmezni, és nagyon sokáig Jób, Elifáz, Bildád és a Cófár az igét betű szerint értelmezte. De ezt, ha betű szerint értelmezed, ugye egyedül Jób kapott arra lehetőséget, egy nap alatt elvesztettél mindenedet, a másik nap pedig az egészségedet. Na kezd el betű szerint értelmezni a Bibliát. Kezd el betű szerint. Ha betű szerint értelmezed, akkor neked nem kéne most ebbe a helyzetbe lenned. És egyedül Jób jött rá arra, hogy a betű mellé kell valami más dolog is, kell egy látás, kell egy bizalom Istenbe, meg kell ismerni, hogy az Isten mit, miért cselekszik, mit, hogyan cselekszik. Tudjátok, Jézus ezt az egészet megnyitotta. Jézus vannak olyan dolgok, amiken szigorított, és vannak olyan dolgok, amiken könnyített. Például a paráznaságon szigorított. Paráznaság az volt, hogy belebújtál a másik asszony ágyába, onnantól kezdve hívtak paráznának. Amíg cicáztál, amíg csipketted a fenekét, amíg bökötted, amíg puszikat küldözgettél neki, addig nem volt semmi. Jézus azt mondta, hogy fiúk, ez olyan szinten elharapodzott ez a flörtölés, hogy ezen változtatunk. Innentől kezdve, aki itt lejátsza az egész szexuális folyamatot, az már gyakorlatilag ugyanaz, mint aki bebújt az ágyba. Ezen például szigorított. A 10 parancsolaton enyhített, mert azt mondja, hogy 2 fontos parancsolat van. Szeresd az Uradat és az Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és a másik fele, amit ki szeretünk hagyni, és a embertársadat, mint önmagadat. Ez a legrosszabb része, nem? Francnak írták ezt bele. De beleírták. Beleírták. A túróba túltatól ezt a, vagy túltatól, túltolta, így van. Na. Bonyolult, szócsavaró. Túltolta. De túltolta. És odarakta még ezt is. És a legnagyobb nehézségünk az különben ezzel van. Azért ugye ez a köszöntés is olyan furcsa, hogy Francnak köszöngetjük, menj már. Üljünk le, azt magyarázzál, azt menjünk haza, kész. De tudod, előadjuk magunkat az Istennek, hogy mennyei atyám, ki a magasságban lakozol, ki a mennyezet és a lámpák fölött vagy, de már lehet, hogy közelítesz hozzánk is itt vagy a lámpákba, te, aki mindent ismersz, és gyönyörű lírai szavakba, úgyhogy Vörösmarty, Radnóti, Petőfi megirigyelni, amiket mondunk, és akkor mellettünk levőnek meg azt mondjuk, mossá fogad, mit dörmögsz, És az egész, ez a magasságos, mindenható metafora, ami kijött az ajkainkon, az haza van vágva. És ezért nagyon fontos, hogy a Jób története az pontosan erre hívja fel a figyelmet, hogy az Istent meg kell ismerni. Ott van Dávidnak a története. Dávidnak a történetét nem lehet megmagyarázni. És tudjátok, az Isten nem is magyarázkodik. Általában a Biblia az Istenről szól. Az Isten cselekedeteiről szól. A Jób könyve az egyedüli, ami nem az Istenről szól, hanem egy emberről szól. A Jób könyvében az Isten elegánsan az utolsó részekbe belovagol, elmondja a véleményét, nem kér bocsánatot. Ja, Jób, különben bocsi, Jób, bocs, na, csácsumi, megyek. Semmilyen nincsen, hanem elegánsan elmondja az Isten a véleményét, elegánsan kiosztja a barátokat, elmondja a Jobnak is a véleményét, köszön és megy haza. Semmi magyarázkodás, semmi mellébeszélés. Ugyanúgy, mint Dávidnál. Pedig az Istentől mi elvárnánk, mert a logika mi jelentene, hogy Isten most ülj le ide közénk, és magyarázd el, hogy ez miért történt a Jobban.
Magyarázd el, mi volt az oka, mi volt a motivum. De tudjátok, ezt egyedül Jób a végére megértette, hogy mi volt a motivum. Ő neki nem volt kérdés, amikor ott áll az az ember, és nem könyörög a pénzéért, nem könyörög a gyerekeiért, nem könyörög a feleségért, nem könyörög a házáért, csak egyért könyörög, hogy halljam a hangodat. Tudjátok, a Bibliát mindig akkor lehet jól megérteni, a Biblia egy nagyon régies nyelvezettel van, és régi történeteket ír le. És amikor a Szentlélek a betűt, ha önmagába olvasod, akkor megöl, mert azt mondod, hogy mit neked ahhoz, amik akkor történtek. A Szentlélek egy hidat ver a Biblia szövege, a Biblia kora és a mai világ között. És ha nincs ez a híd verve, akkor gyakorlatilag mi nem értjük, hogy mi a bánatról van szó. De ha ez a híd meg van verve és meg van építve, akkor van átjárás. Akkor egyszerűen meg lehet érteni, hogy mit is akart, mi is a mondani valója, mi is az üzenete ezeknek az igéknek. És ezért a Biblia, az ige hirdetés, az tulajdonképpen egy hitverés, mert ha én arról beszélnék nektek, hogy amikor volt egy ember vala, kiment a kertbe vala, leült vala, fölállt vala, megtért vala, semmit nem mond. De a hidat tudsz verni egy történet, és a te helyzeted között, tudjátok ma, miért hiányzik az igének a szeretete még a hívőkből is? Mert általában mi prédikátorok nem tudunk hidat verni a történet mondani valója és a te életed között. A prédikáció nem egy igének, nem egy másik prédikációnak a megismétlése, hanem a prédikáció az, hogy az ige szellemisége és a te életed között létrejöjjön egy híd. És ezen a hídon az Istennek a kijelentése oda-vissza mászkáljon. Ha nincs meg ez a híd, akkor a Biblia, az ige egy száraz, egy olvashatatlan, a legkiválóbb altató. A betűt én biztos a házi orvos lennék, Bibliát írnék föl altatónak. Hát, mosolyogtok, de tudjátok nagyon jó, hogy milyen gyorsan elalszatok rajta. A Blikken nem alszol el olyan, ha olvasod még, olyan gyorsan. Miért? Mert van az elején egy félmeztelen nő, mindig van benne valami érdekes. De a Bibliában mi érdekes, hogy jött a vala, kiállt vala, aludt vala, kerub vala, alászállt vala, meghalt vala. És ezért nagyon fontos ez a hídverés, ez a Istennel való mélységes kapcsolat az azért kell, hogy minden kornak az emberei akkor voltak ébredések, barátaim, amikor ez a hídverés megtörtént. Mert igazándiból téged tökre nem érdekel, hogy mi történt jobban. Lelke rajta, ahogy a három barát mit csinált. Igazándiból nem érdekelte, hogy mi történt jobban. Oda ment, és mindegyik elmondta maga teológiáját. A tapasztalt elmondta, a tudós elmondta, az érzéketlen is elmondta. A cófár volt a legérzéketlenebb, azt mondta, hogy hagyd már abba, bűnösök voltak a fiaid, meghaltak. Tudjátok, mi keresztényként fel se fogjuk, hogy néha mennyire érzéketlenek vagyunk. Fel se fogjuk, hogy úgy végig taposunk a másiknak a lelke. Mi van már? Hát térjél meg a bűnödből. Az ember ott hal meg, ott nyomorodik bele a dolgaiba, és akkor a jó tanács micsoda, térjél meg a bűnödből, te kutya. Ez is azt mondta neki, most mit? Hát bűnösök voltak a gyerekeid, hát rájuk szakadt a ház, hát tök érthető. És a jobban meg valami méről tört fel, és azt mondta, hogy nem, ez nem az. Ez nem az, és nekem elegem van már a dumáitokból. Tudjátok, még egy nagyon érdekes volt Jobba, hogy Jobb egyszer se szitta, egyszer se károsztatta a haverjait. Pedig nem áldották meg. Nem azt mondta nekik, még ha pedig nem jó szándékkal voltak. Tényleg le akarták kapcsolni az Istenről, és nem azt mondta nekik, hogy takarodjatok a házamból, ami nem volt neki. Takarodjatok innen vagy onnan. Egy szóval nem károsztatta őket. Egy szóval nem vádolta őket. Tudjátok, ezek azok a mélységek, amiket nem lehet megtanulni a hétköznapi életbe. Ezek azok a mélységek, amit nem lehet megtanulni egy kutyafutta két órás, három órás istentiszteleten. Ezek azok a mélységek, amit nem lehet megtanulni 15, 20, 30, 40 év bibliaolvasással. Ezek azok a mélységek, amik nem lehet megtanulni titulussal, pásztor vagyok, proféta, apostol, meg még ki tudja, hogy milyen kínban szenvedek. Nem lehet ezeket megtanulni idővel, az idő múlásával, nem lehet megtanulni. Hanem ezeket csak úgy lehet megtanulni, amikor a bőrödön valamit érzel, és a bőrödön kicsúszik alólad a talaj, kicsúsznak alólad a kapaszkodók, és ahhoz értsétek meg, az ember egyetlen egy módon tud eljutni az Istennel való mélységbe, hogy kicsúszik alól a talaj.
Az Isten emberei mind csak akkor jutottak el az Istennel való mélységbe, amikor kicsúszott aluluk a talaj. Nem lehet másképp eljutni. Nem lehet. Ezért Jobbnak a könyve ezzel kapcsolatban tanít bennünket. És ez nagyon fontos. Tudjátok, azért kell eljutni a mélységbe, mert nézzétek meg, három ember osztotta a teológiát. Én évtizedekig azt hittem a keresztény életemben, hogy maga a teológia, maga a rendszer, maga a közösség képes megtartani. Teljes meggyőződéssel voltam abban, hogy ez egy olyan megtartó erő, ami engem soha nem hagy elveszni. És az Isten azért készíti föl a mai kor emberét, a mai kör hívőit arra, hogy mind a tapasztalatod, mind a tudásod, mint a megszokott életed, egy szempillantás alatt összeomolhat. Tudjátok, egészen más nézni egy hurikánt a tévéből, hogy mai példával éljek, és azt mondom, hogy fú, közben egy chipset bekapunk, megisszük az esti kakaónkat hozzá, és a tévében mutatják a nagy hurikánt. És reggel arra ébredünk, hogy fú, de fúj, fú, és nagyon megy, és szegények, és ha jó hívők vagyunk, akkor akár még meg is könnyezzük. De ez nem ugyanaz, mint ott ébredni, ahol a hurikán fúj. Ez nem ugyanaz, mint neked szögelni az OSB lapot az ablakodra, alla az ablakodra, amit tegnap rakott be. Jó pénzért, az ablakos. Beverni a nagy szöget, hogy ne törje ki az üveget. Mindent, amit ültettél, amit csináltál egész nyáron, az gyakorlatilag elengeded és lemész a házad közepébe. Ez nem ugyanaz. És tudjátok, ez az egyház azért lett ma ilyen korcs, mert beszél valamiről, amit nem élt meg. Beszélt valamiről, amit hallott, tapasztalt. Tudjátok, a legtöbb tanítás hogy terjedt közöttünk? Úgyhogy hallottuk. De az egészen más, amit hallasz, főleg átmegy egy emberen, két emberen, három emberen, mint amikor az Isten téged elkezd tanítani. De ahhoz, hogy az Isten engem el tudjon kezdeni tanítani, ahhoz nekem ki kell zárni. Tudjátok, nem szeretjük ezeket az igéket, de nagyon sok ilyen ige van a Bibliában, és az Új Szövetség is tele van ilyen igével, hogy egyszerűen, aki közel akar kerülni Isten, annak meg kell halnia saját maga számára. Azt mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ki kell üresíteni magát. Isten fiam sem úszta meg szenvedés nélkül. Csak így ma végig gondoltam az Isten életét. Egy nem kívánt gyerek volt. Így indult az élete. Miért mondom ezt? József mondta a Máriának, hogy elhagylak. Elhagylak, én ezt nem csinálom végig, ezt a gyereket. Az a helyzet, hogy nem tudod megmagyarázni logikusan, hogy honnél lettél terhes. Elhagylak. Tudjátok, Mária terhességét azt követte először, hogy a fiú belebegtette, hogy elmegy. Ugye angyalnak kellett, kézzeljétek el, Józsefben nagyon erőteljes volt az elhatározás, nem a szomszéd, nem az apja győzte meg, hanem az Isten külön egy angyalt megindított, aki azt mondta, hogy Józsi, tiszta az asszony, ne aggódja. Mondta, Józsi, rendben van, maradok. Megszületik a kisgyerek, olyan országban születik, ahol éppen egy idióta király van, aki a saját nemzete ellen cselekszik, és ahogy dönt, hogy a két évnél fiatalabb fiú gyermekeket meg kell ölni. Nagyon szép, hogy elolvassuk, nem? Képzeld el, hogy egy ilyen országban élni, ahol úgy döntenek, hogy a jövőjüket megölik. Két évnél fiatalabb fiú gyermekeket tömegével, nem tudjuk, hogy hány ezret ölt meg ez az idióta. Ami majd egyszer 15-20 év múlva jelentkezik. Hiányozni fog az a generáció. Aztán utána az élete úgy telt, hogy nem igazán arról tanúskodtak, hogy nagyon hiányzott erre a földre. Leköpték, megrugdosták, az első prédikációja úgy sült el, hogy meg akarták ölni. Názáretben, ha nincs olyan képessége, hogy átmegy a tömegen, akkor megölik. Bement olyan helyre, ahol elzavarták. Gadarénust egy kicsit megmozgatta, egy kicsit megszabadította, mindjárt kiszaladt az egész Gadara, és mondta, hogy Jézus, köszönjük, hogy itt voltál. De nagyon gyorsan húzzál innen. És a legvégén, tudjátok, ugyanúgy az ő életébe is, ahogy a mi életünkben ez megtörtént, a legvégén nem is volt, vette ügyesen az akadályokat, de a legvégén a kereszten való kiáltása az egy nagyon megrázó dolog volt. Azt mondja, hogy atyám, miért hagytál el engem? És Jézusnak is le kellett menni abba a mélységbe, mert Jézus akkor még nem tudta. Tudjátok, nem tesz fel, az ember tudja, hogy mi lesz vele, nem tesz fel kérdéseket.
Ha én tudom, hogy a következő pillanatban ez fog velem történni, nem teszek föl kérdéseket. Szeretem nézni azokat a filmeket, ahol ugye egy kicsit az idők így elcsúsznak. És akkor ugye, amikor az ember van egy ilyen film, hogy minden nap ugyanarra a napra ébred. És akkor egy idő után már megy, már esik a cserép, már csak arra ébred, tehát már rutinosan csinálja, mert tudja, hogy mi fog vele történni. Jézus felteszi a kérdést, hogy miért hagytál el engem? És a Jobbnak is ez volt a nagy kérdése, és minden embernek ez volt a kérdése, hogy eljutunk az Istennel való a tudás, a tapasztalat alapján egy kapcsolatra az Istennel, de igazán az Isten érzéseit nem ismerjük meg csak abban a mélységben, amiben Jobb is került. Ott ez a kérdés, ahogy Péternél is, ott a kérdés mi volt? Ott a kérdés az volt, hogy tudja az Isten, Péter, nyugodj meg, tudja az Isten, hogy te szereted. Péter nem azon aggódott, hogy mi lesz holnap után, lesz-e családja, lesz-e jövője. Nem egy ilyen varázsló Isten kellett neki. Ma az egyháznak varázsló Isten kell, aki varázsoljon áldást, varázsoljon békességet, varázsoljon jólétet, varázsoljon egészséget, varázsoljon bátorságot, varázsoljon reménységet, a lehető legkisebb erőfeszítéssel. Ezért nagyon-nagyon népszerűek a varázsló gyülekezetek. Ahol azt mondják, hogy gyere, ülj le, adjá, jó sokat, jó megrázottat, jó megmérted, gazdag lesz ő, gyere, ülj ide le, egészséges leszel. A baj onnantól kezdődik, hogy se gazdag, se egészséges nem leszek. És akkor azt mondom, hogy ho-ho, valami baj van az Istennel, mert nem varázsol. Hányszor elképzeljük, hogy az Isten majd reggelre fölébredünk, és akkor varázsol. Hozzátesszük még az erőfeszítéseinket, hozzátesszük a vágyainkat, hozzátesszük mindent, imaalkalmakat, böjtöket, gyerekek, olyanokra vagyunk képesek, hogy le a kalappal. És az Isten nem varázsol, alszik. Azért, mert az Isten ilyenkor, amikor érzed, hogy nem varázsol, és közben meg egy 2 éves gyerek meg felkiált, és azt mondja, hogy a maga kis beszédi, hogy lenkerekes autót szeretnék, és valaki odahoz neki másnap egy lenkerekes autót. Én meg a nagy teológiámmal, a nagy tapasztalatommal, a nagy tudásommal nem tudom varázslásra kényszeríteni az Istent. Most a varázslás alatt ilyen hókuszpókot értsetek. És Jobbnak is ezt tanította meg az Isten. És Jobb tudta ezt a leckét, de Jobb soha nem volt ebbe a mélységbe az Istennel. Jobb, ha végigolvassátok a beszédeket, Jobb egész végig azt akarta, hogy az Istent megismerje. És tudjátok, még egy, amit elkezdtem, az Ószövetségben nem tudták, hogy mi lesz velük a halál után. És sokszor megérthető, hogy Jobb miért sürgette, hogy annyira szóljon hozzá az Isten. Azért sürgette, mert nem tudta, érezte, hogy a sorsa elindult egy pályán, és képzeljétek el az az ember, aki egy nap alatt elveszít mindent, következő nap elveszti az egészségét. Melyik az, aki nem gondol arra, hogy most meg fog halni? És a Jobb elkezdte sürgetni, hogy nekem muszáj, hogy szóljon az Isten, muszáj, hogy megszólítson, mert mi lesz, ha meghalok? És azért csodálatos a Jobb története, mert ebben, ahogy megy le ebbe a mélységbe, a Jobb a végén rájön, és azt mondja, hogy de ha meghalok is, az én mennyei atyám, az én Istenem meg fog állni a porom előtt. Meg fog állni a porom előtt. És meg fogom látni őt. Tudjátok, miért kellett Jobbnak ez a mélység? Nem azért, mert rossz ember volt. Azért, mert ő volt az egyedüli az Ószövetségben, vagy az első az Ószövetségben, aki látta azt, hogy van örök élet. Aki látta azt, hogy a halál után van feltámadás. Aki látta azt, hogy a halál után is van élet. Tudjátok, meg lehet érteni a zsidóság, Izraelnek a népe, Izraelnek a fiai, meg lehet érteni, hogy miért akarnak mindent megoldani ezen a földön. Miért akarnak jó sokat begyűjteni, minden. Azért, mert nem látják igazán, hogy mi fog történni a másik életben. Nincs ebben a mai napig látásuk. Ha látnák, akkor nem úgy bántak volna Mózessel, nem úgy bántak volna az élő Isten fiával. És ők itt ezen a földön akarják megoldani mindet. Itt a földbe akarják bele kényszeríteni az Istent. Ezért lesz nagy látványosság, amikor az Isten az olajfák hegyére leteszi a lábát. És mit mond az ige, hogy meg fogják látni azt, akit által szegeztek. Ott értik meg, hogy valami másról szólt ez az egész néhány ezer év. A Jobb 8.1-ben megszólal ez a Bildád, és ez a Bildád a következőt mondja, ugye ő a második nagy szónokunk.
Akkor felele a Suki Bildád, és mondta, meddig szólasz még e féléket, és lesz a te szádnak beszéde, sebes-sebes szél? Elforgatja-e Isten az ítéletet, avagy a mindenható elforgatja-e az igazságot? Ha te a fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket. Érzitek ezt az érzékiséget, ezt az igazi teológust, nem? Aki megmondja a tutit, és azt mondja a 10 gyereket elvesztett embernek, hogy mit aggódsz, mit sírsz, mit remeg a szád, mit görcsölsz. Bűnösök voltak, és meghaltak, kész. Mondja ezt egy 10 gyerekes apának. Tudjátok, a vallás, aki nem ismeri meg Istennek azt a mélységét, ilyen kegyetlenek tudunk lenni. Egyben a Bildád, a Cófár és az Elifáz, ez egyben három szolgáló is, három terület, hogy amikor emberek felé szolgálsz, milyen ne legyél. Hogy ne viselkedj, hogy ne cselekedj. Soha ne legyen nagyobb a tapasztalatod, a tudásod annak az embernek a helyzeténél. Soha ne, tudjátok, ezért szakadt el a tudás és a tapasztalat, mindig elszakít az egyéni sorsoktól. A klérus egy egyházba azért alakul ki, mert a tudás és a tapasztalat fölemel egy bizonyos réteget, és ez a bizonyos réteg elszakad a gyülekezettől, és ez a bizonyos réteg már nem tudja, hogy mi is az embereknek a bajuk. Miért? Mert őnek is semmi baja nincsen. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tudás és a tapasztalat az ne szakítson el a hétköznapi embertől, ne szakítson el az élettől. Ma az egyház, barátaim, tele van teológiával, és tele van tudással, és tele van tapasztalattal, 2000 év áll a kereszténység mögött. Az Ószövetség mögött meg már több mint 3000. És ezzel a tapasztalattal teljesen elszakadt. Ma már olyan kérdésekre adunk választ, ami nem érdekli az embereket, barátaim. Nem érdekli az embereket. Itt ülnének, ha érdekelni őket. Nem érdekli őket. Olyan kérdéseket teszünk föl, amikre előre megvan a válaszunk. Hogy lehet megtérni? El kell hagyni a bűnt. Igaz. Teljesen igaz. Minden szó, amit elmondanak, igaz. Teológiailag alátámasztható. Csak épp mindenkinek a helyzete egyéni. Épp jobbra nem igaz. Épp jobbra nem vonatkozik, amit elmondanak. És azt mondja tovább ez a Bildád. De ha te Isten buzgón keresed, és a mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felselken érted, és békességesért teszi a te igazságodnak hajlékát, ami ugye nem volt neki. És ha előbb állapotod szegényes volt, ezutáni állapotod boldog lesz nagyon. Képzeljétek el, mondja ezt vigasztalásképp egy olyan embernek, aki éppen az előbb égett le a háza. Végigolvasva a Bildádot nem akarlak mondani, nem akarom végigolvasni, mert nagyon hosszú, de mert mi csak tegnapiak vagyunk, és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék a földön. Nem tanítanak-e meg azok téged? Nem mondják-e meg neked? Nem beszélik-e meg szívük szerint néked? Felnövekedik a kárka a mocsár nélkül? Felnyúlik-e sás víz nélkül? Még a gyenge korban, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél előbb elszárad. Ilyenek az ösvények, mindazoknak, akik Istenről elfeledkeznek, és képmutatónak reménysége is elvész. Mivel szétfoszlott bizakodása és bizodalma olyan lesz, mint a póki. Nagyon szép történet. Csak az a baj, hogy ott ül egy ember, aki elvesztette 10 gyerekét, aki elvesztette a házát, elvesztette mindenét, elvesztette az egészségét, az életét, és még ki tudja mit, és ennek mondjuk ezeket a sablon szövegeket. Tudjátok, ezért nagyon fontos, hogy az ige hidat verjen. Az az ige és a Szentlélek tudja ezt a hidat megoldani. Ma hiába beszélsz arról, hogy Mózes hogy választotta szét a Vöröstengert. Hiába beszélsz arról. Próbálj meg róla beszélni. Állj ki az érre, és kezdje róla beszélni, hogy és emberek, álljatok meg. Mózes ketté választotta a Vöröstengert. Nagyon rövid időn belül teljesen hülyének fognak nézni. Nem azért, mert nem igét mondasz, csak nem értik az emberek, hogy ez őt mennyiben érinti. Most hagyta el a férje. Most adta be a felesége a vállópert. Most tudta meg, hogy rákos. Most tudta meg, hogy kidobták a gyülekezetből. Most tudta meg, hogy homoszexuális lett valaki. Most tudta, mennyibe érinti őt, hogy Mózes ketté választotta a Vöröstengert.
Ugyanezt mondták ezek az emberek, de ha hiszel, majd felállsz, de ahogy a káka felnől a mocsár mellett, de ahogy a virág kivirágzik a napsütésben. És olyan jobbnak ott kellett ülni és hallgatni, de szép szavak. De nekem válasz kell, hogy miért történik az, ami történik. Én értem, veletek egy gyülibe jártam. Ugyanazt a tanítást. Értem, hogy az Isten teremté a világot vala. Értem, de miért történik ez velem? Nem tudtok rá magyarázatot adni. Tudjátok, Jób azért élte túl, mert megvolt benne az a szomjúság, és múlt héten úgy fejezte be, hogy nagyon szép dolog, hogy emberi szót hallasz. De olyan idők következnek, hogy kevés lesz. Kevés lesz az emberi szó. Kevés lesz a prédikáció. Kevés lesz a tanítás. Ha minden nap lenne, akkor is kevés lesz. Mert el kell jutni abba a mélységbe, ahol az Isten meg tud szólítani bennünket. Tudjátok, miért nincs íze ma? Miért nincs íze ma a hívő életnek? Miért olyan sivár, olyan? Miért van az, hogy a Despacito megveri a legjobb prédikációt? Miért van az, hogy Csini Baba a való világ 96-ba nagyobb sikereket ér el, mint aki az evangéliumot hirdeti? Miért van az, hogy Buci Bobó a szakácsversenyen nagyobb sikert ér el, mint aki az Úrban jár? Azért, barátaim, mert egyszerűen nem tudunk hidat verni, és nem tudjuk az emberekkel megértetni, hogy Mózes igyan ketté választotta a Vöröstengert, de ugyanak mi volt a lényege annak a ketté választásnak? Hogy értsd meg, hogy ember, hogy olyan dolgok vannak az életedben, amikor te csak sóhajtozol, de a logika már nem tudja követni. Ezért van szükséged az Istenre. Mert egészen addig tudjátok, mikor van a boldogtalanság? Amikor nem tudod megmagyarázni már, hogy mi történik veled. Figyeljetek, egy optimista ember, amikor lerúgták a földre, az is azt mondja, hogy semmi baj, megvan neki az A terve, a B terve és a C terve. Neked is megvan. Minden embernek megvan. Mi van, ha kikapcsol a fűtés? Megvan a B terved rá. Ha egy kicsit előrelátó ember vagy, megvan a B terved rá. Mi van, ha nem jön meg a nyugdíj? Megvan rá a B terved. Hát, nehéz, tudom, de megvan rá. Hát mert lehet, hogy egyszer nem jön meg. Mi van, ha elküldenek a munkahelyről? Megvan rá egy okos, bölcs embernek, megvan rá a B terve. Sőt, a nagyon okosnak, nagyon bölcsnek a C terve is megvan. Sőt, a 21. századi embernek a D, az E, az F, a G, a H, egészen a dupla V-ig. De az Isten azért teremti ilyen lehetőségeket, hogy ezek a tervek egy pillanat alatt szerte foszlanak, és hogy be tudjon lépni az életünkbe. Nagyon sok ilyen példa van a Bibliában, amikor az Isten mélyre ásott egy ember életében. Mi csak a szem előtt láttunk, ott van a parázna asszony története. Mi a szem előtt egy prostituáltat láttunk. Annyit láttunk a szem előtt, hogy ott van egy prostituált, akit bedobnak Jézus elé, becsúszik, ott állnak 168 ezeren, a fele igénybe vette a szolgáltatásait, és egyszerűen meg akarják ölni. Ennyit láttunk az eseményből. Az érzékeink, a gondolataink azt diktálják, hogy megérdemli. Jézus, hogy mégse úgy hagyja őket hülyén, ahogy voltak, feltesz egy lehetőséget. Azt mondják, hogy srácok, meg lehet ölni. Itt a szemem előtt ki lehet véreztetni. De az a kérésem, hogy azt kezdje el, aki nem bűnös. És ott állnak ezek az emberek, és az egész ige, az egész Ószövetség, az egész törvény, minden egy szempillantás alatt felülíródik az Isten jelenlétében. Mert az Istennek a logikája az egész másképp működik. És barátaim, ha mi mennyei atyának hívjuk az Istent, előbb-utóbb az életünkbe el kell jutni egy olyan mélységig a vele való kapcsolatban, hogy megértsük, hogy mit miért akar, mit miért csinál. Eljussunk egy olyan mélységbe vele, ahol Jobbnál, tudjátok, Jobbnál nagyon mély volt ez a szerelem Istennel. Én azért biztos megemlítettem volna, hogy azért legalább egy kétszobás házat azért adj vissza a negyediken. Egy három gyerekkel legalább, meg egy kocsival. Meg se említi. Isten nagyon sokszor, amikor eljutsz vele ilyen mélységre, felülírja saját magát. Jó, tudom, gondolod, könnyen csinálja ő az Isten.
Tudjátok, ennek a mélységnek, az embernek a mélység, amikor ilyen mélységre jut a kapcsolatba, mély kapcsolatba jut Istennel, felülírja az Isten. Annyira tetszik nekem a Bibliában, amikor az Isten nem magyarázkodik. Dávid berepül egy komoly bűnbe, egy gyilkosságba, egy házasságtörésbe, teherbe ejt egy nőt, akkor utána annak megöleti a férjét, akkor utána úgy szabadulna az egész helyzettől, de nem tud, viszont jó a szíve. És az Isten beküld egy prófétát, és a próféta azt mondja, meg fogsz halni. Illetve nem mond semmit, hanem elmesél egy történetet, hogy te hogy reagálnál erre. Dávid azt mondja, hogy halállal reagálnék erre. És azt mondja neki a próféta, te nem fogsz meghalni. És tudjátok, várná az ember a magyarázatot, hogy hivatkozik az Isten, hogy ezért, meg azért, meg amazért. És Isten azt mondja, hogy nem magyarázkodok. Dáviddal eljutottam arra a mélységre, amikor azt mondja, hogy a szívem szerint való férfiú volt. Barátaim, annyiféle dolgot kitalálunk, hogy majd az Isten hogy fog megmenteni bennünket ebből, abból, amabból a helyzetből, és lehet, hogy épp azt a helyzetet arra akarja felhasználni az Isten, hogy eljuss vele egy ilyen kapcsolatra. Tudjátok, ez a mélység miért csodálatos? Azért, mert felülírja az Isten. Figyelj, milyen az a szülő, aki megígéri, hogy agyonverlek, gyerek. Megígérted már te is neki. Most mondjuk engem a modern nevelési elvekkel ne nagyon ostromoljatok, nem én leszek a beszélgető partner ebben. De ha hagyományos módon neveled a gyerekedet, eljutsz olyan pontra, amikor azt mondják, hogy figyelj, gyerek, most kész. Most 5 perce van, és véged van. Apád megy, a Biblia azt mondja, hogy ne öljelek meg, minden mást megcsináltok, akkor most kész, megyek. Ilyenkor megemlékezünk az összes ószövetség ígéről, mindenről. És akkor a gyerek megáll, vagy az anyja csinálja ezt, megfenyegeti, megérkezik az apja, gyerek megáll, az apja bemegy hozzá, gyerek tanul, olvas, fején állva mondja a Toldi Miklóst, visszafelé, kelta nyelven. És az apa lemegy, és azt mondja, mi a baj ezzel a gyerekkel? Keltául mondja a Toldit. És a barátok közt pedig megy a tévébe, és a gyerek nem is nézi. Pedig a Berényék a Barcelonával fociznak. Ez erős átkötés volt, de mindegy. És azt mondja az apa, hogy sem értem. És ugyanilyen, amikor ott áll ez a mocskos szemétláda Dávid, aki megöli a legjobb barátját, azt a testőrt, aki az életét adta érte, figyeljetek, elmegy a csatába a csávó, ott van hónapokig, és akkor Dávid azt mondja, hogy menj már be a gyönyörű szép asszonyodhoz, hát nem láttad 3 hónapja. És azt mondja neki a Pali, hogy most itt férfiak, az itt ülünk itt néhányan. Van köztetek olyan hülye, aki nem ment volna be az asszonyhoz? Van itt? Ilyen? Akkor én mondom, én kizár dolog, hogy nem mentem volna be. Kizár dolog. Oda mentem volna először. Elintéztem volna, amit elkésztem, mentem volna megkérdezni, hogy miben tudok segíteni. Hát az fontos számomra. Ez a Pali mit mondott? Azt mondta, hogy nem. És leül a házának az ajtajába, az asszony ott benn csavarja magát a legújabb fehérneműbe, ez meg ül be, és még királyi nyomás is van rajta, mert azt mondja a király, menj be, mert akkor azt tudom mondani, hogy te csináltad a gyereket. Ez meg ott ül a Pali egész él. El tudod azt képzelni, hogy ott ülsz a saját ajtódba? Gyönyörű szép feleséged meg benn alszik ágyban párnák között. Vacsora kikészítve, gőzölög, minden gőzölög. Te meg ott ülsz, és azt mondod, hogy nem, mert milyen dolog az, hogy a többiek csatában vannak. És utána ezt az embert nem azt mondja Dávid, nem azt mondja Dávid, mert a tapasztalat, az érzék, a tudás, a hatalma vezette még itt, hanem azt mondja Dávid, B-terv. Kedves hadvezérem, visszaküldök egy nagyon kedves barátomat. Hitteus Uriásnak hívják. Ragd már be az élvonalba! Igényli. Szüksége van rá, hogy a királyért az elsősorban harcoljon. És lehetőleg olyankor rak be, amikor majd a többiek elszaladnak mögüle. Ez azért egy nagy szemétség. Tehát ezt azért nem azt mondom, hogy Dávid egy ilyen rendes legény volt. Ezt megcsinálja. Utána jön a hír, hogy király. Meghalt az Uriás. Dávid azt mondja, oké, hozzátok az asszonyt. És mindezek után az Isten fogja és felülírja az ószövetségi törvényeket az ószövetségben, felülírja a gyilkosságért, a házasságtörésért járó büntetést az ószövetségben. Miért? Azért, mert a Dávid eljutott az Istennel egy mélységre.
Mi egy varázslót szeretnénk csinálni az Istenből, hogy ide húd meg, ide azt add oda, ezt add oda, adjá ezt. Látom a mai fiatalokat, hogy szegények, a saját gyerekeimben is sokszor látom, hogy szegények elérik azt a kort, és iszonyatosan erőlködnek társért. Aki már túl van rajta, az adjon hálát az Istennek. De nehéz ügy volt. Tudjátok, hogy nehéz ügy volt. Akik túl vagytok rajta, tudjátok, hogy döcögött a szekér. És amikor mondom nekik, hogy figyeljetek, ezt egy ember, egy személy tudja, hogy ki a te társad. Az Isten. Legalább most, amikor tétmeccs van. Hát most egy kicsit már mélyítsd el vele a kapcsolatot. És ha elmélyíted vele, megmondja. Tök mindegy, hogy milyen tróger voltál előtte. Meg fogja mondani. Meg fogja, mert egyszerűen az Isten annyira szereti az embert, hogy az a közösség, ami miatt ezt az egész 6000 évet végigcsinálja, az a közösség volt, amikor Ádámmal jól érezte magát. És az egy elmélyült kapcsolat volt. Az egy őszinte kapcsolat volt. Az Ádámon nem volt ruha, meg az Éván se. És mégsem voltak mesztelenek. Egy dicsőség vette őket körbe. Élvezte az Isten a velük való időt. Azért, mert nem azt mondta Ádám, hogy új elefántot, új zsiráfot, rövidebb nyakkal, nagyobb füllel, háromlábú legyen, hogy röhögek rajta, hogy feldől. Tehát nem ilyeneket kért. Hanem mit kért? Az, hozzáillő társat. Hogy legyenek ketten egy testé. És tudjátok, ez az Istent egy picit elszomorította, hogy miért nem ő. Egy picit örült is neki, hogy de jó, hogy az ember ilyet kért. Hogy nem valami megfoghatót, nem egy banánt kért, nem egy óriás banánt. Hanem valami ilyet, valami mélyet. És sokszor, ha megnézed, vagy megnézzük az imakéréseinket, barátaim, és rajtad kívül még pár milliárd ember imádkozik az Istenhez, ezen a földön nem is tudjuk igazándiból, hogy mennyi, mert az Isten nem fogja soha megengedni, megszámlálni, hogy hányan vagyunk. De megnézed az imáinknak a sorozatát, ilyenekről szólnak. Új ruha, bocsánat, pénz. Pénz. Pénz, mert egyszerűen a pénzzel minden megoldódik. Társ, férfi, nő, nő, férfi. Habár ma már vannak különböző variációk, de ezt most hagyjuk. És ilyenekkel megy el, segítség, ellenségnek a... távol is lehet tőle. Még a karizmatikusok tudnak úgy imádkozni az ellenségeikért, hogy a szemed szemért fogad fogér elve egy humánus dolog volt ahhoz képest. És az Isten azt mondja, hogy barátaim, tudjátok, ez egy olyan világ, hogy azt mondja az Isten, hogy barátaim, ha legalább egyik őtöknek eszébe jutna, hogy ne ezek alapján válaszol Istent, hanem menjünk le egy mélységre, ahol én meg tudom mondani neki, és jobbnak értsétek meg, ezért volt szüksége erre a mélységre, nem azért, mert bűnös volt, hanem azért volt, hogy megtudja mindazt, amit az egész menny tudott, hogy az Isten mit gondol róla. Tudod, milyen szükséged van arra, hogy megtudd, hogy az Isten mit gondol rólad? Azt, hogy a testvéreim mind gondolnak rólam, tudom régóta. Azt, hogy mit szeretnének velem némelyek, tudom régóta. De azt, hogy az Isten mit gondol ebben a helyzetben, azt nem tudom. Pedig szeretném tudni. És Jobb ebbe volt eltökélt, és higgyétek el, az egész hitéletünknek ez a lényege, hogy az, ami az Istenben benne van rólunk, terv, akarat és gondolat, azt egy bizonyos ponton te meg tudod tudni. És Jobb a végén, nézzétek meg, nem vágta föl az ereit, nem történt ez, meg az, meg amaz vele, hiába volt ez a három barát, hanem eljutott a mélypontra, és higgyétek el, a mélypont az a felemelkedésnek az alapja. Ezt tudom, hogy furcsán hangzik, és tudom, hogy nyeljen meg a teológiámat, de higgyétek el, hogy a mélypont a felemelkedésnek az alapja. Amíg nem vagy mélyponton, nem tudsz felemelkedni. A mélypont az az alap, amikor már nem lehet egy helyzetet megváltoztatni, hanem eljutunk a mélypontra, és itt jövünk rá, itt tudjuk azt meg, hogy Isten megért bennünket. Tudjátok, mi volt a baj a Jobbnak? Az, hogy a barátainak akármit mondott, nem értették meg őt. Egyszerűen senki nem akarta megérteni, hogy ő nem bűnös. És amikor az Isten a végén megjelenik, megérti, hogy az Isten mit gondol róla. Egy pillanat alatt megérti. Tudjátok, amikor mélypontra jutunk, akkor tudjuk, az Péter mélyponton volt, amikor Jézus harmadszor megkérdezte, hogy szeretsz engem, Péter? Mélyponton. Hát ha ott nem volt mélyponton, képzeljétek el, hogy visszajön a feltámadott Jézus, és nem azt mondja neki, hogy üdvözöllek, dicső lovag, szép a ruhád, szép a lovad.
Hát ez csak ez kéne egy feltámadásból, csak ez kéne mondani. Hanem azt mondja neki, nem azt mondja, hogy szia Péter, hogy vagy, bevezetés átmenet nélkül berúgja az ajtót, és azt mondja, hogy szeretsz engem. Péter azt mondja, na, kezdődik. Kezdődik a megtagadás, tessék, hülye gyerek, Péter, így jártál. Kellett neked akkor rossz helyen, rossz időben. Minek fogtad be? Legalább ne szóltál volna semmi. Gyújtottad volna fel, folytottad volna magad a galileai tengerbe. És akkor a Péter a harmadiknál megérti, azt mondja, hogy te jó ég. Te jó ég. Te jó ég. Hát most jövök rá, hogy miért van ez az egész. Hát most jövök rá, hogy nekem kell megérteni. Hát nem neki kell megérteni, nekem kell megérteni. És ez a történet... Ez nem népszerű a jóléti evangéliumot hirdeték között, de múlt héten is úgy fejeztem be, hogy tudjátok, a keresztények ma olyan körülmények közé fognak kerülni, szerte e világon, amikor mindaz, amit a szájukkal kimondtak, mindaz, arra kapnak az Istentől lehetőséget, hogy cselekedjék is. Képzeljétek el, hogy hogy kimondjuk mi azt, hogy ha mi abba a korba éltünk, ugye karizmatikusok, elkötelezettek vagyunk Izrael felé, a zsidóság felé. Mondtam éppen a napokban, beszélgettem a feleségemmel, hogy a mai élő zsidókért biztos nem lennék elkötelezett. Óriási szerencséjük volt Ábrahámnak, hogy volt nekik Ábrahámjuk, Izsákuk és Jákobuk. Mert azért azoknak köszönhetik, hogy az a pár millió ember oda megy. Nem a mai nagy pofájuknak. De épp mondtam a feleségemnek, hogy és gondoltam is erre, hogy ugye mi mindig úgy elmondjuk, hogy fú, ha abba a korba éltünk volna, de jó lett volna, 8-10 zsidót eldugtunk volna a garázsba, fú, ide tettük volna, oda tettük volna, amoda tettük volna. Barátom, lehet, hogy néhány év múlva kapsz erre lehetőséget, hogy bebizonyítsd, hogy mindaz, amit itt, boldog békeidőben, a dicséret alatt, és a testvérednek bizonyságként elmondta, hogy kaptál az Úrtól indítatást. Sokszor, mikor ott vagyok a cigányoknál Ukrajnában, mindig hallom, jönnek ilyen vándor prédikátorok, és akkor mondják, hogy kaptam az Úrtól indítatást, hogy szolgáljak felétek. Azután a 30 évig nem is látják. Jó nagy indítatást kapott. Vagy imádkozunk, hogy mennyei atyám, adj kegyet, mert ugye, amikor már mindent megkaptunk az Istentől, beteljesedett a jóléti evangélium, akkor még a muzulmánokért is tudunk imádkozni. Sokszor, amikor így vagyok ima alkalmakon, és akkor néha így hallgatom az embereket, hogy imádkoznak az ausztrál opitekusz, hogy támadjon fel, tehát olyan dolgokért, amik igazán tökre nem érdekel engem, hogy mi lesz, mi a franc van ott. Hát ott vagyok benne nyakig a szennyvízgödörbe, hát annyi imám van, hogyha azt mind elmondom, lejár az életem. És tudjátok, eljön majd az az időszak, amikor, és ez közel van, amikor az Isten lecseréli. Ugye, próbálják kimosdatni Amerika egyik legnagyobb gyülekezetének a vezetőjét, csak az a helyzet, hogy ő nyitotta meg utoljára a viharvertet Houstonban a gyülekezetének az épületét. Most már fotókat hoznak ki, hogy azért, mert víz alatt volt a nagy túrót. Mosdatják. Mosdatják, mert az egész egyháza rossz fényt vett, hogy elmondjuk, hogy majd itt-ott segítünk, és amikor kapunk rá lehetőséget, hogy segítünk, akkor meg azt mondjuk, hogy nem engedjük be, mert koszos lesz. Nem engedjük be, mert megrontja a szellemiségét. De amúgy térjetek meg és adjatok. De amúgy szeressétek az Urat. De amúgy emeljétek fel a kezeteket, mert jó az Úr. Csak az ajtót zárjátok be előtte. Én csináltattam egy zárt körű rendezvénytáblát, de az mindig befelé van fordítva. És jól tanulja meg mindenki, hogy ez nem zárt körű hely. Ez egy nyitott hely. Ha bejön, bejön, ha elmegy, elmegy. Ha leül, leül, ha föláll, föláll. Ha elrepül, elrepül. Azért, mert ha ezt egyszer kialakítjuk, ezt a dobozt, akkor utána tudjátok, miért mosdatják? Elmondom, miért mosdatják. És tökre nem érdekel, hogy ki mit gondol, a szívemből beszélek. Azért, mert ha ez kiderül, hogy amit mondok és amit cselekszek, az nincs összhangban, egy ilyen méretű közösségben, akkor össze fog dőlni a rendszer, amit évtizedek munkájával felépítettek. De én meg azt mondom, hogy dőljön is össze az olyan rendszer, ahol nincs összhangban a kettő. Az Istentől lenne, ha összendőlne az ilyen rendszer. És azért fontos elővenni Jób történetét, mert barátaim azok, akik keresztényként Egyiptomba élnek, abba az Egyiptomba, amit mi a keresztény térképre föl se írunk. És a kopt keresztényeket mondjuk úgy kezeljük, mint egy vallásos senkiket.
azok az emberek ma az életüket adják az Úrért. Még egy hónapja is. Fogják, megölik őket, úgy, mint a kutyát. Ja, keresztény vagy? Levágják a nyakát. Ezeknek az embereknek nem kell tanítani a Jobb könyvéről. Ezek az emberek teljesen képbe vannak a Jobb könyvével. Nekünk kell megértenünk, hogy az, ami esetleg előttünk áll, ahhoz szükséges az a kapcsolat az Istennel, amit a Jobb kiépített, amiért a Jobb küzdött. Mert az, ami most van, ezt el lehet feledni, felettetni azzal, hogy sokan vagyunk, szépek vagyunk, bátrak vagyunk, erősek vagyunk, öltönyben vagyunk, jó a dicséret, blablabla. De ez, amikor lerántják róla a leplet, ott te leszel és az Isten. Ott neked kell majd eldönteni, hogy befogadsz-e valakit a házadba. Nem én fogom eldönteni. Ott neked kell eldönteni, hogy a vagyonodból adsz-e neki. Nem én fogom eldönteni. Ott neked kell majd eldönteni, hogy bevállalod-e, érte, hogy kockáztatod az életedet. Nem én fogom eldönteni. Nem is összeül a gyülekezeti presbitérium és tanács, és hoz egy döntést, hogy Kovácsék mit csináljanak. Ott te fogsz dönteni. És te pedig dönteni akkor tudsz, hogyha tudod, hogy ki mellett döntesz. És ezért egy elementáris, ezért megrázó, és ezért csodálatos is egyben a Jobb könyve. De ezt nem lehetett megúszni, értsétek meg, nem lehetett megúszni mélypont nélkül. Egyszerűen lehetetlen dolog volt megúszni mélypont nélkül. A zsidó levéllel szeretném befejezni. Aztán majd folytatjuk. Zsidó levél 4.15 a következőt mondja. És tudjátok, csak visszatérve egy kanyar erejéig erre a viharra, ami volt Amerikába, nem a keresztények helyeztek nyomást ezekre a személyekre, hogy nyíljanak meg a gyülekezeti csarnokok, hanem tudjátok, ki helyezett rájuk nyomást? Világiak. A világiak tették fel a kérdést, hogy barátaim, országvilág előtt, kamerák előtt kürtölitek, hogy mennyire nagy az Isten közöttetek, és milyen hatalmas munkát végez. Millió példányban eladott könyvek hirdetik, hogy légy boldog. 5 lépés a teljes sikerhez. 6 lépés az örömhöz. Eltelik pár év, és megérkezik a hurikán. És azt mondják, hogy na, az Isten más, az Isten logikája másképp működik. Na, azt mondja, akkor vegyük elő azt az 5 lépést az örömhöz. Vegyük már elő azt a 6 lépést a sikerhez. Hogy is mondtad? Bátran, hősiesen, segítőkészen, mint az Úr szerelmese? Így mondtad? Mi volt a 4. lépés? Hogy említetted? Ja, ez volt? Na, ott van most 14.567 ember, akinek most vitte el a hurikán az otthonát. Neked van egy 30.000 fős csarnokod. Engedd már be őket. 3-4-5 éjszakára, nem egy egész életre, 3-4-5 éjszakára. Engedd már be, hogy az az öröm, az a boldogság, az a 7 lépés a megmaradáshoz, a 8 lépés a sikerhez, az megjelenjen az arcukon nekik is. És ezek a kérdésekkel szembesülünk nap mint nap majd. Amikor hirdetjük az Isten eljövendő országát, és a világi most fel bennünket a munkahelyet. Azt mondja, hogy figyelj már, miért vagy te már ilyen szomorú? Hát miért vagyok szomorú? Hát keresztény vagyok. Krisztus Urunk meghalt. Odaverték neki a szeget, nekem is fáj. Minek örüljek? Szlovákiában is dolgozunk, és 3 héttel ezelőtt az ünnep az volt, hogy a 7 fájdalmú szüzet ünnepelték. Mondja nekem a kolléganőm, mondom, mi lesz jövő héten? Azt mondja, szünnap lesz szerdán. Mondom, mit csináltok ti ennyi szűz, ennyi szünnap alatt? Azt mondja, jövő héten lesz a 8 fájdalmú szűz. Te jó ég, mondom, hosszú az év. Meddig tart? 15-ig? Vagy honnan indult? És akkor az egész ország elcsendesedik, és ünnepli a 8 fájdalmú szüzet. És utána meg elkezdenek azon vitatkozni, hogy az a 3 ember, aki sikerült átmásznia a kerítésen Magyarországon, és eljutott Szlovákiáig, mert kitartó volt, azt milyen erővel dobják ki? De a 8 fájdalmú szüzet megünneplik. És valószínű, hogy még decemberig a 9, meg a 10, meg a 11-et is megünneplik. Barátaim, ezért adta be a világ a kulcsot. Zsidó 4.15.
Azt mondja a Biblia, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizadalommal a kegyelmi király székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tudjátok, azért érdemes lemenni erre a mélységre Jézussal, mert azt mondja a Biblia, hogy mindenben megkísértetett, ugye azt mondja, kivéve a bűnt. Ez azt jelenti, hogy sokszor, amikor belekerülsz egy krízis helyzetbe, azt gondolod, nem tudom, hogy ti vagytok-e, én már imádkoztam úgy, hogy persze te könnyen magyarázol ott vagy a mennybe. És azt mondja a Biblia, hogy amíg nem értjük meg azt, hogy ő mindenben megkísértetett, mindenben képbe van, addig nem fogod tudni megérteni, nem fogsz megnyílni, nem fogsz hozzá őszinte lenni, nem fogod kinyitni a szívedet, hanem egy ilyen felületes vallásosságba kerül bele az ember. Mert nem érti meg, mert azt hiszi, tudjátok, Jób is azért szégyenkezett, mert ő azt hitte, hogy nem érti meg az Isten se. Péter is azért szégyenkezett, mert azt hitte, hogy nem érti meg az Isten. És azért kell lemenni arra a mélypontra, hogy rájöjj arra, hogy megért az Isten. Azt mondja, hogy ha apád, anyád elhagynának, én megértelek. Figyeljetek, Dávid, amit elkövetett, szerintetek ki értette volna meg? Ha kiáll Dávid, és azt mondja, figyeljetek, ezt követtem el. Mit mondtak volna? Jézus, aki ártatlan volt, arra azt mondták, hogy Barabást ad ki. Mit mondtak volna Dávidnak? Vagy Péter kiáll, azt mondja, hogy a gyerekek, megtagadtam háromszor az Urat. Felmentetek? Fel a francokat. Megint választhatunk egy új apostolt, legalább egyre kevesebb. Újjon a férgese. Isten megértette. Azt mondta, hogy én megértelek. Vagy azt a parázna asszonyt, akinek felemeli a szemét, belenéz a tekintetébe, és azt mondja neki, hogy az a tekintet elmondja. Vagy mondok nektek még mélyebbet, ami minden teológiát, minden tudást, minden tapasztalatot nélkülöz. A Lator a kereszten. Aki gyakorlatilag van, kétféle reakció van mindig. Az egyik a Jóbi reakció, amelyiknek fáj, szenved, küzd, stb. A másik pedig, Az a barátoknak a reakciója, akik ott is magyaráztak, ott van a kereszten, értitek, fölfeszítve a Lator, mögötte emberek tucatjainak a vére, és ott a következő jut eszébe az Istenről. Na mi van nagymenő? Mi van nagymenő? Te is itt vagy, ahol én? Ugorjál már el, borér! Gyere már le a keresztről! Hol van a te Istened? Ez jut róla eszébe. Másik mit mond? Azt mondja, hogy hallgassál már el te, megveszekedett, őrült. Ez az ember semmit nem csinált. Semmit, nem csinált semmit. Csak odaszól neki, azt mondja, figyelj, én értem, hogy te ki vagy. Emlékezz meg rólam. Imádkozz értem. Figyeltek, Jézus meg se szólalt. Jézus egy mondatot nem ejtett a száján. Nem mondta el nekik az evangéliumot, nem mondta el nekik a jó hírt. Nem szólt a rómaiaknak, hogy egy kis szünetet tartunk, mert megkeresztelem. Vegyetek le őt meg engem, a másik az rohadjon meg, de engem meg őt vegyetek le, leugrunk ide a Jordánba. Bemerítem a csávot. Hát megtért, muszáj bemeríteni, mert meghal különben. Nem tette rá a kezét Szentlélek keresztségért, nem kellett bűnvallásra menjen, hosszú lett volna. Nem volt már annyi élet bennük, hogy Jézus bűnvallást tartson nekik, mert pár percből meghaltak a csávónak, meg kicsit hosszabb volt a listája. Csak amire emlékezett, az hosszabb volt. És mit ír felül ez a történet? Ez felülír minden, barátaim, ez felülírja, mit tanulsz te, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. És akkor jön a teológiai kérdés, hogy mi van annak, aki hitt, de nem volt ideje megkeresztelkedni. Mi van annak azzal, akinek elvették az életét, úgyhogy ő nem akarta. Hát, mondja az Elifáz, mondja a Bildád, mondja a Cófár, hát mi lenne? Hát mi lenne? Hát megpusztul! Hát mi lenne? Hát nem volt ideje? Miért nem figyelt? Miért az utolsó pillanatban, miért a kereszten kell megtérni? Miért nem a börtönbe tért meg? Miért nem az egyik gyilkosukán? Mi a francnak a kereszten mossa magát? Ott már könnyű megtérni, amikor már nyakig ér a szenny. Jézus tökre hallgatott. Tudjátok, nagyon nehezményezem az Istentől, hogy évek óta hallgat. És nem jön le átütő erővel, és nincsen színház. És most a jobb történetből értettem meg, hogy a legtöbbet akkor tudjuk tanulni, amikor hallgat. Akkor nekünk el kell kezdeni gondolkodni. És ez az ember úgy tért meg a Lator, hogy annyit, a végén jutott szóhoz, azt mondta, hogy nyugi öreg, elintézek pár dolgot, és megyünk a paradicsomba. Te meg jössz velem.
Vagy a Péternek azt mondta, hogy Péter, most már te is tudod, hogy én szeretlek, függetlenül attól, hogy megtagadtál. Vagy a Dávidnak azt mondta, hogy figyelj ide, ezek szét fognak szedni téged, de tudom, hogy a szívem szerint való férfi vagy. Vagy a parázna asszonyok azt mondta, hogy figyelj ide, én nem vádollak téged. Én nem vádollak téged. Menjél haza. Menjél haza, és ne csinálj ilyet többet. Szokj le erről az egészről. Lesz neked rendes férjed, rendes családod. Szép, normális nő vagy. Menjél haza. Menjél haza. Felülírta. De tudjátok, mi ezt nagyon szeretnénk, ezt a felülírást. Hú, de jó lenne arra ébredni, hogy felülírja az egész életedet. De ahhoz le kell menni vele abba a mélységbe, amit mi csak karcolunk, barátaim, az imáinkkal, az ima alkalmainkkal, a közösségi erőfeszítéseinkkel, amit Arnold elmondott. Tudom, hogy sokszor az én felekezetem ezzel ellenkezik, de én ezt csodálatos dolognak tartom, hogy emberekkel ki tudok állni holnap evangéliumot hirdetni, és nem teológiailag fogunk vitázni, hanem az fog érdekelni az az ember bennünket, aki odajön és azt mondja, hogy figyeljetek, én megértettem, amit mondtatok. Én evangéliumot fogok hirdetni holnap, én leszek az első, aki el fogom mondani, hogy egy olyan evangelizációt hallasz ma, ahol nem a teológiai vitákat fogjuk egyeztetni. Nem a gyülekezetembe akarlak csábítani téged, és ő se, és ő se, és ő se. És homlok egyenest egymásnak, egymással szembe gondolkodó gyülekezetek vannak. Ha elkezdenénk egyeztetni, csak egy kényes témát kiragadnánk, a bűnös életben nem jönne létre ez az evangelizáció. De barátaim, aki majd ott nyitott szívvel el fog menni, az meg fogja érteni, hogy ezek ma tényleg miattam jöttek ki. Ezek ma tényleg engem nem adakozógépnek akarnak besorozni a gyülekezetükbe. Tényleg nem Soros György szervezte ezt az evangelizáció. Bocsánat, ez muszáj volt. Így nyugodtabban alszom. Szóval, hogy tényleg! Hogy tényleg emberek a vasárnap délutánjukat, az egyik innen jön, a másik onnan jön, a harmadik amonnan jön, és tényleg azért jönnek ki, hogy aki ott abba az adott 3 órába elmegy azon az utcán, az halljon jó hírt. És nem kellett ezt az evangelizációt 5 éves tervbe szervezni, nem kellett megesketnünk egymást rárakva a Bibliára a kezedet, hogy... Nem fogok a Szentlélekről beszélni, nem fogok a vízkeresztségről beszélni, nem fogok a szombatról beszélni, nem fogok erről beszélni. Úgyis arról beszél mindenki, amiről ott a Szentlélek majd mondja. Ha meg a Szentlélektől van, az úgyse szerez bántást. És ezt kell megértenünk, ehhez kell ez a mélység, ehhez nem elegendő az Elifázi, a Bildádi, Zófár, olyan hülye nevük van mindegyiknek. Milyen? Hívjuk János, Jakab, Boldizsár, és így akkor ki tudom mondani őket. De egyszerűen pontosan az egyik ezt nem értette meg, hogy lehet Istenről beszélni úgy, barátaim, hogy azt se tudod, ki az az Isten. És azt gondolom, hogy a 21. században idáig jutottunk, hogy úgy beszélünk Istenről, hogy valójában azt se tudjuk, hogy ki az az Isten. És azért viszont meg kell fizetni az árat. És ez az ár néha kegyetlen, néha kellemetlen, néha fáj. Nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el, amíg Jobb szenvedett. De egy biztos, hogy az Ószövetségben ő az első, aki kimondja, hogy barátaim, van élet az Istennel, van örök élet, és én annak részese leszek. Jobbnak nem volt kérdés. Nem attól tette függővé az örök életét, hogy most jó megy a sorsa, vagy jó rosszul megy. Tudjátok, ezért gyűlölöm az a jóléti evangéliumot, mert ha nem vagy áldott, hanem szegény vagy, akkor biztos, hogy démonizált vagy. Viszont Jézus milyen démonikus volt akkor, nem? A kornak megfelelően nem volt szamara, nem volt, egy kölcsön szamára ment be Jeruzsálembe. Egy leasingelt szamara, nem is volt leasingelt, mert lenyúgták a csávótól. Meghipnotizálták a tanítványok. Adod a szamaradat, adod a szamaradat. Odadom, odadom, odadom. Nem volt saját szamara, nem volt saját lakása bejegyezve, tulajdonjog, Jesszus, meg Mária. Nem volt. És mégse látom rajta, hogy fölvágta volna az erejét. Vagy ha beteg leszel, akkor biztos, hogy valami démont bekaptál. Utálok keresztények lenni, hogy nem lehetek normálisan beteg se.
Olyan rendesen egyszer, hogy úgy nem akarok, de ha azt leszek véletlen, akkor mi van? Nem szeret az Isten? Felejtsd el. Felejtsd el. Kapsz lehetőséget lemenni. Én akárhányszor beteg voltam, mindig kaptam az Istentől lehetőséget lemenni a mélységbe. Így szúrtam magam az inzulinnal, nem is értettem, hogy hogy lehetek olyan, hogy hasba szúrom saját magamat. Mondom, erre engem az életben nem vesz rá senki. Úgy szúrtam, mint annak a rendje. Mert elmondták, hogy meghalok, ha nem szúrom. És akkor, hogy szúrom, mondom az Istennek, röhögsz, mi? Jó érzés, mi? És akkor értettem, hogy ne, ne kellett álljál, fiam. Nem értesz az egészből semmit. Mit nem értek? 30 év kereszténységgel a hátam mögött, pásztor vagyok, nem tudod? Tudok mindent. Amit meg nem, azt meg majd eltitkolom. És akkor mondja azért, semmit, az ég adta jövőjágon semmit nem tudsz. Itt szurod magad. És így fogsz meghalni, ha nem változol meg. Vagy amikor bekerültem a börtönbe, ott is mondom, Istenem, ha kimegyek egyszer innen, az összesnek levágom a fejét. És akkor mondja, hogy nem fogod te senkinek levágni a fejét. Te meg fogsz bocsátani. Azt várom, addig állj egy lábon, amíg én megbocsátom. 9 hónap után sírva bocsátottam meg. Mert semmit nem értettem az egészből. Semmit. Csak meg voltam róla győződve, hogy értem. És ezért kell néha belebújni jobb bőrébe. Hogy ne abba a táborba legyünk, akik a végén megállnak. Peti, daloljunk egy jótart. Hogy ne abba a táborba legyünk, akik a végén megállnak, és azt mondjuk az Istennek, hogy csodák, jelek történtek a gyülekezetünkbe. 37 000 fős gyülekezetünk van. És az Isten meg elegánsan azt mondja, igen, és 1500-at meg nem engedtetek be, akiknek nem volt háza. És arra nem tudunk mit mondani, hanem azt mondjuk, hogy akkor ezt most elcsesztük? Igen. Ezt most el. De nagyon. De ezt nagyon. Ne féljetek az ilyen helyzetektől, és hogy pozitív kicsengése legyen, jobban semmi olyan nem történt, amin az Isten nem tartotta rajta a kezét. Jobban semmi olyan nem történt, amit nem az Isten engedett meg. És az Isten ezeket azért engedte meg, hogy jobb megértse, hogy ki az Isten. Úgyhogy én bátorítalak benneteket, hogy ne rettenjetek meg az előttünk álló időktől, és attól se rettenjetek meg, hogyha az Isten most már nem szól régóta. Higgyétek el, hogy tudja, hogy mikor kell szóljon. Nem olyan, mint mi, hogy akkor is beszélünk, amikor nem kell. Tudja ő nagyon jól, hogy mit miért csinál. És kapunk tőle lehetőséget, hogy hogyan igazi mélységbe eljussunk. Tudjátok, úgy ott szerettem volna lenni azon a történeten, amikor ott fekszik a Mária, és mossa az olajjal a Jézus lábait, meg a hajával törölget, és akkor nézzetek meg, hogy milyen érdekesek a reakciók. Az egyik azt mondja, hogy el lehetett volna adni jó pénzért, a másik azt mondja, hogy na, ez tök fölösleges, a harmadik azt mondja, hú, de erős parfümszag van, olyan lesz a ruhám, jaj. A negyedik azt mondja, hogy miért ne játszod az agyadat, nem lesz ettől jobb. Az ötödik azt mondja, jaj, de aranyos, jaj, minden nekem jutott eszembe. És senki nem értett az egészből semmit. Jézus mondja meg a tutit. Tudjátok, mit csinál? Nem lesz időtök, hogy felkenjetek, hogy bebalzsamozzatok a temetésére. Mert este fogok meghalni. Annyi időtök lesz, hogy lekaptok a keresztről, bevágtok egy lugat. Önnétek, hogy bebalzsamoztok, addigra lelépek. Mert ez történt. És senki nem értette, hogy miről van szó. Jézus mondta meg, hogy gyerekek, vakon vagytok mindannyian. Hallgattam nem olyan rég egy prédikációt, és kérdezte a gyülekezettől, hogy mondjátok meg a 8 leggyakrabban előforduló szót a Bibliában. Testvérek, fölálltak, a halleluja, Jézus, örökkévaló. És mondtak ilyeneket. És akkor mondta nekik az ember, nem. Az és, a vagy, a de. És mondta nekik, hogy semmit nem értetek belőle, de ezek a szavak, amik összekötik az általatok elmondottokat, nagyon nagy jelentőséggel bírnak. Például az, amikor azt mondja Jézus, hogyha újra ez az evangélium fog hirdettetni, akkor tudjátok, hogy közel vagyok. Ezt miért mondja? Azért, mert egy más evangéliumot hirdetünk. Nem azt, amit ő hirdetett. És ott mind van a hangsúly? Ez az. Melyik a legfontosabb szó? Ez az. Hát nagyjából ennyit látunk.
És abban a csendes mélységben abban meg lehet találni. Képzeljétek el, egy ilyen ember, mint Jób, egy ilyen katasztrófa után, ez egy négyszeres cunami volt az életére, felszabadultan, hálaadással jön ki. Ezt kívánom magunknak, hogy ezt tanuljuk meg ebben a nagy, ordítozó, kiabáló világban, egyházban, mert ez fogja eldönteni a sorsunkat. És nagy mértékben befolyásolni a sorsunkat. És az a szerelem, egyetlen egy gyülekezet se fogja veled megszeretetni az Istent, akármilyen műsort nyom le, hanem az a mélység, amikor az Istennel személyesen találkozol, az fogja megszeretetni az Istent. Danuljunk, húzzuk el az Úrnak a nótáját. Thank you.